Nem tévesztük el, mikor melyiket? Ebben a blogban jön ki a vetett növény. Egyrészt először kamrába becsiráztatjuk a hőmérséket, amikor kicsirázzak, minden kerülnek egyfajta hőmérsékletre. Utána az alanyat meg a fej is válogatva van. Az alany átkerül egy másik hőmérséklet, egy másik blogba, a fej pedig szintén egy harmadik blogba, és a különböző hőmérsékleteken csináljuk a technológiát. Már. Ja, de ott már van a vár. Már ott van a gyökér, és hát ott már megindultak a tüskök, már kint vannak a tüskök. Hogy sikerült pillanatok alatt egy ilyen mamut céget fejleszteni Magyarországon? Hát ha egyszerűen akarnám mondani úgy, hogy az összes pénzt, amit itt megkerestünk, azt mind visszaforgattuk. Tehát ez az egyik módja annak nyilvánvalóan, hogy gyorsan lehessen fejleszteni. A másik pedig az, hogy óriási igény volt rá, amire első időszakban mi sem gondoltunk. De ahogy éreztük, hogy igény egyre több és több van, úgy fejlesztettük az üzemet, és hát az látszott, hogy bizony, olyan igények vannak, amit manapság se tudunk kielégíteni, egyszerűen nem elég az a hely, ami abban az időszakban, amikor a főszezon van, kielégítse a termelőket. Lehet-e jövője a magyar kertészetnek? Miért ne lenne? Hát olyan jó éghajlaton vagyunk, ami tulajdonképpen megfelel minden növénytermesztéséhez. Itt nem is ezzel van a probléma a magyar kertészetben, hanem azzal a kertészeti struktúrával, ami jelen pillanatban jellemző, amin nagyon sokat kellene változtatni. Megoldást jelenthet-e a 2014-2020-as stratégia erre a kérdésre? Mindenképpen egy dologra kell vigyázni, hogy azt a struktúrát, ami jelen pillanatban, azt a széttagolt struktúrát nem szabad tartani. Tehát ha az elkövetkező 7 éves ciklusban ezeket a pénzeket szétaprózzák, akkor ugyanott maradunk, ahol vagyunk sajnos. Ugye itt a stratégiában benne van, hogy szeretnénk exportra menni, exportokhoz áralap kell, áralapot pedig csak úgy lehet teremteni, hogyha összefogás van, tehát a termelők fölismerik a saját érdekeiket, de szét fog szóródni, akkor ebből nem lesz újra áruallap, és az csak a magyar piacon fog megjelenni, az pedig azt jelenti, hogy dömping lesz, és saját magunk ellen fogunk dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez a kertészet, ezzel szemben sokkal inkább a nagy termelőket támogatja. Ez a koncentráció elindult. Így van. Én azt mondom, hogy akinek pénze van, akinek kedve van ehhez, azt segíteni kell, azt engedni kell. Ha 5 hektár vagy 10 hektár üvegházat akar építeni, akkor csinálja, de ne engedjük meg azt, hogy 3000 négyzetméter fóliát csinálja valaki, vagy 5000 négyzetméter üvegházat, mert abból nem lesz fejlődés. Ott kínlódni fog maga a kertész is, és elpocsékoltuk a pénzt gyakorlatilag. Ettől függetlenül a 100 000 munkahely megteremtődik. Így van, hát az, hogy nem 100 felé osztjuk, hanem csak 10 felé, ahhoz ugyanannyi ember kell, ugyanannyi munkás fog dolgozni.